Kedves nézőink, üdvözöljük Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Megtartotta alakuló ülését Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye új közgyűlése. Elnöknek ismét Sesták Oszkárt választották meg a képviselők, így ezzel az országban ő a leghosszabb ideje hivatalban lévő vármegyei közgyűlési elnök. Az alelnöki posztot Baracsi Endre és Gáz Zoltán tölti be a következő 5 évben. Az alakuló ülésen a képviselők a hagyományokhoz híven letették az esküt. Október 4-én pénteken megtartotta alakuló ülését a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés. A legutóbbi választáson 25 mandátumot osztottak ki, ebből 17-et a Fidesz-KDNP színeiben indulók kaptak. Mellettük 4 Mi Hazánk, 2 Összefogás megyénkért és 2 DK-s képviselő vitatja meg az aktuális ügyeket. Az alakuló ülésen 23-an jelentek meg, így határozatképes volt a közgyűlés. Az egyik legfontosabb napirendi pont az elnök megválasztása volt. A címet ismét Sesták Oszkárnak szavazták meg 18 igennel, aki így az országban a legrégebb óta hivatalban lévő közgyűlési elnök. Ez egyfajta elismerés, talán a munkámnak szerintelenség nélkül talán azt mondhatom. Ugyanakkor viszont az a feladat, hogy újult erővel végeztem azt a munkát, amit eddig is végeztem. A rutin az nagy veszélye ennek a munkának, mint minden munkának. Tehát nem szabad rutinból végezni, viszont a tapasztalat talán olyan értéket jelent, amivel újabb lendületet tudunk venni. Van elrugaszkodási pontunk, erről is szólt egy napirend, egy önálló napirenden. Készültünk arról, hogy mik a következő következő évre a feladatunk, hogy azt a fejlődési hívet, amit eddig bejárt a vármegye, hát most elsősorban uniós forrásoknak köszönhetően, és ráadásul a vármegye egy uniós forrást kezel, ez a bizonyos top és top plusz, tehát a mi közvetlen feladatunk, hogy ezt megfelelően koordináljuk és megfelelő fejlesztéseket indítsunk el egy tervezési folyamaton keresztül. Megválasztották a vármegyei közgyűlés alelnökeit is, 17 igen szavazattal Baracsi Endre és Gáz Zoltán kapta meg a címet a következő 5 évre. Ez egy hatalmas megtiszteltetés, és köszönöm szépen a bizalmat mindenkinek, aki támogatott akár jelölésben, akár szavazatával. Én úgy gondolom, hogy annak a munkának, amelyet végeztünk, és ez egy közös munka volt, hiszen itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében valóban értékalapon igyekeztük végezni a munkánkat, és ez nem csak egy jelző, hanem valóban igyekeztünk azokra az értékekre, azokra arra az örökségre alapozni, akár a közgyűlési munkában, akár a napi munkában, akár mondjuk éppen az értéktárral kapcsolatos teendőinkben, amelyek valóban egy erős alapot adnak nekünk, és mi ezt a munkát szeretnénk folytatni, jó magam is azt az örökséget szeretném a talapzatul állítani a saját teendőim elé, amelyre úgy gondolom, hogy méltán és büszkén kell támaszkodnunk. Mint vármegyei alelnök szeretném mindenféleképpen a megyét előre vinni. A közgyűlésnek lesznek új feladatai is, hiszen 2030-ra a vármegye elérheti azt a fejlesztési szintet, ahol már nem biztos, hogy az Európai Unió kohéziós forrásaira is pályázhat. Közvetlen brüsszeli forrásokra viszont igen, ezért a következő évek feladata ezekre a pályázati lehetőségekre felkészülni. Ebben a Területfejlesztési Minisztérium fog segíteni. Az új kihívásokhoz jó alapot fog adni a top plusz pályázatok terén mutatott hatékonyság. A gazdaság érinkítésé és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása a feladatunk a topban, illetve volt feladatunk a topban, illetve a top pluszban is. Vállalkozásbarát város településfejlesztés, az életminőség és a társadalmi összetartás javításához szükséges feltételek biztosítása. A top keretéből megvalósított projektjeink eredményeként a fejlesztett vagy újonnan létesített ipari területek és ipari parkok területe több mint 80 hektárral bővült, közel 80 km felújított vagy korszerűsített út valósult meg, jelentősen nőtt a fejlesztett 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férjévek száma, több mint 60 ezer négyzetméter városi területen létrehozott vagy helyreállított nyitott terek mértéke, több mint 30 km kerékpárforgalmi létesítmény jött létre, valamint több mint 80 darab a fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok száma. Ennyivel nőtt, illetve felújított szolgálatok száma 80 darab volt. A 2014-2020-as fejlesztési időszak tekintetében elmondható, hogy a zárás alatt lévő fejlesztési ciklusban a vármegyét illetően több mint 64 ezer projekt került benyújtásra. Ez nem a top pluszot, nem csak a top plusz jelenti, hanem az összes uniós programot.
Az igényelt támogatás összege meghaladta az 1000 milliárd forintot. Az irányító hatóságok 47.300 hatályos támogatási szerződése közel 838,5 milliárd forint összegű támogatásban testesültek meg. A TOP, tehát ami a Vármegye kifejezett feladata, tehát TOP keretében az 1176 beérkezett pályázatból 839 lett a nyertes. A megítélt támogatás összege megközelíti a 178 milliárd forintot, beleértve Nyíregyháza megyejogú város keretét is. A fejlesztési feladatok folytatása érdekében a 2021-27-es európai tervezési időszakra vonatkozóan a Vármegyei Területfejlesztési Stratégiai Dokumentumok elkészítése mellett Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye önkormányzata kidolgozta a terület- és településfejlesztési operatív program pluszhoz kapcsolódó integrált területi programját. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy elérjük a vármegyei jövőképünket. A gyakorlottabb képviselőtársaim emlékeznek arra, hogy egy ilyen dokumentumot is alkottunk, miszerint 2030-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye olyan hely, ahol jó élni. A 2021-27-es fejlesztési időszakra vonatkozóan elmondható, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei projekt helyszín tekintetében, tehát ez már most az a fejlesztési időszak, amiben most vagyunk. A beérkezett pályázatok száma 1663. Az igényelt támogatás összege 252,7 milliárd forint. Az irányítható hatóságok a 754 támogatott projektet összesen 125 milliárd forint támogatásban részesítették. A megkötött szerződések száma 740, a hatályos támogatási szerződések összege 115,2 milliárd forint. Ebből látszik, hogy van még döntési pontja az újonnan összeült Vármegyei Közgyűlésnek is, de nagyon sok tekintetben már pályán vannak a TOP-pluszos programjaink. A TOP-plusz keretében a beérkezett 497 pályázat közel 173 milliárd forint igényelt támogatásból az irányító hatóság 237 pályázatot támogatott, mintegy 93,5 milliárd forint összegben. A 2021-27-es időszak a TOP-plusz keretében megkötött hatályos támogatási szerződéseinek száma 224, a hatályos szerződések összege 85,5 milliárd forint. Kiemelkedő a Vármegye szerepe a gazdasági és foglalkoztatási együttműködések területén, ez a bizonyos TOP plusz foglalkoztatási paktum program, hiszen Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye önkormányzata konzorcium partnerként együttműködésben valósítja meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatallal a mintegy 7,5 milliárd forintos projektjét. Cél, hogy a Vármegye önkormányzatának vezetésével az egész Vármegyére kiterjedően létrejövő foglalkoztatási gazdasági fejlesztési programok, partnerségek alakuljanak ki azzal, hogy a kialakított stratégia mentén képzési és foglalkoztatási programot valósítson meg, koordinálva a Vármegye gazdasági és foglalkoztatás fejlesztését. És akkor még nem beszéltünk határmenti fejlesztési programokról, amelyek ugyancsak fontos fejlesztési lehetőséget jelentenek a Vármegye számára. Gondolok a Tisza ETT-ben is megvalósított programunkra Kárpátalján és más egyéb határmenti együttműködési programjainkban is. Tehát ebből is látszik, hogy a megyei önkormányzat nem úgy igyekszik, hanem él azokkal a lehetőségekkel, amelyeket az Európai Uniós csatlakozásunk lehetővé tett, és azt gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, csak két számot mondok én is, akkor alig akartam elhinni, de ez így igaz, sőt hármat. A foglalkoztatási helyzet az 2010-ben, amikor a Vármegyei Közgyűlés elkezdte a működését, akkor, illetve az új Orbán kormány elkezdte a működését, akkor Vármegyében 14% körül volt, most pedig 6% alatt van. És akkor még két számot mondanék, ami feltétlenül hát büszkeségre ad okot, és kellő önbizalomra a következő évekre, és mindazoknak a munkáját dicséri, akik ebben a programokban részt vettek, és felülnek a hajnali munkásbuszra, és elmennek a következő ipari központba dolgozni. Erre szokták azt mondani, hogy betanított munkát, vagy ami ledegradálóan, úgy szokták néhányan emlegetni ezt, hogy micsoda dolog ez, hogy összeszerelő ütem lettünk. Ez a fejlődési fok elkerülhetetlen, minden egyes ipari fejlett ország ezen a fejlődési fokon átment. Nekünk is ez szükségszerű. Van olyan munkaerőnk, amelyik ezt tudja elvégezni szorgalommal, és alázattal és kellő kitartással. Tehát én ezeket az ipari munkahelyeket semmiféleképpen sem degradálnám le. Természetesen dolgoznunk kell
azon, hogy magas hozzáadott értékű, magasabb hozzáadott értékű munkáink is legyenek, de nagyon büszkék lehetünk arra, hogy négyszeresére nőtt a Vármegye ipari kibocsátása 2010 és 2022 között, valamint 2,5-szeresére nőtt az egyfőre eső GDP-ünk. Ez még az inflációs hatásokat figyelembe véve is egy rendkívül komoly eredmény is. Elsősorban azoknak az embereknek a munka eredménye és büszkeségre okot adó teljesítményre, akik ez hozzájárultak a munkájukkal. Én azt gondolom, hogy ez kellő önbizalomra ad okot ahhoz, hogy ha nem is négyszeresére növeljük a Vármegye ipari kibocsátását a következő 12 évben, de tovább menjünk ezen az úton, ami a GDP növekedésével is jár, és a jólét, a társadalmi jólét növekedésével is jár a Vármegyében. Ez a következő 5 évben, illetve a fejlesztési ciklus nézünk, akkor 7 évben a feladatunk, hogy ez a TOP plusz programokkal is hozzá tudjunk járulni, ipari parki fejlesztésekkel, illetve a TOP pluszban megvalósuló Paktum programmal. A közgyűlésen elhangzott, minden 10. támogatási forint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe érkezik. A terület- és településfejlesztési operatív program támogatásával, az Európai Unió részfinanszírozásával olyan beruházások tudtak a Vármegyében megvalósulni, amelyek nem csak a jelen, de a jövő nemzetékei számára is jelentős erőlépést jelentenek. A TOP beruházások központjában mindig is a helyi közösségek álltak. Ezek a fejlesztések olyan igényekre adnak választ, amelyek már régóta időszerűek voltak, legyen szó az oktatási intézmények modernizálásáról, a közlekedési infrastruktúra fejlesztéséről, vagy épp a zöld területek bővítéséről. Minden projekt azt bizonyítja, hogy a helyi igények ismerete és azok kielégítése kulcsfontosságú a hosszú távú fejlődéshez. Bízom benne, hogy olyan eljárásrendet tudtunk kialakítani az elmúlt években, az elmúlt 10 év folyamán, amely hozzájárul ahhoz, hogy ezek a források, több száz milliárd forintos fejlesztési források, amelyeket felhasználtunk és a jövőben fel fogunk használni ebben a Vármegyében, bízom benne, hogy ezek a források a lehető leghatékonyabban tudnak elérni a településekhez és ezen és a településeken keresztül pedig az emberekhez. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében az elmúlt 10 évben közel 600 darab projekt került támogatásra, és 133 milliárd forint volt az, amely a én irányítóhatóságomon keresztül jutott el a Vármegyéhez. Összesen 188 települést tudtunk fejleszteni, és bízom benne, hogy nem lesz ez máshogyan a TOP plusz esetében sem. Ott a Vármegyének 166,3 milliárd forintos kerete van, és amilyen tapasztalatom van, és amennyire ismerem a Vármegyét, abban biztos vagyok, hogy ennél csak több lesz a végső elszámolásban az az összeg, ami ide meg fog érkezni a TOP plusz keretéből. És ebből a 166 milliárd forintos keretösszegből ráadásul 163 milliárd forintot már megnyitottunk, tehát ezeket már meghirdettük, és 224 darab projektnek már támogatási szerződése is van a Vármegyéből. Ehhez csak gratulálni tudok önöknek, jól állnak a források felhasználásával. Ugye a jól működő gazdaság a fejlődés motorja, ennek mi is próbálunk megfelelni. A fejlesztések egyik kiemelt célja a gazdasági fejlődés erősítése, melynek részeként 254 új és fejlesztett ipari parkot hoztunk létre, segítve ezzel a vállalkozások betelepülését és bővülését. Az infrastruktúra fejlesztéseket is sikerült hozzá tenni, 96 km út felújítással, 62 km út kerékpárút fejlesztéssel, ezek elsősorban ugye hivatásforgalmi kerékpárutak, és a közlekedési hálózat korszerűsítésével megkönnyítve az áruszállítást és elősegítve a munkahelyteremtést. Mindezek eredményeként a foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma is, akiket elértünk, 7500 fő volt, és több mint 3300 fő jutott álláshoz Vármegye szerte.
Vannak új kihívások is, amelyekkel szembesülnünk kell, és ugye elnök úr említette, hogy a foglalkoztatási helyzet az hogyan változott az elmúlt ciklusban. Ez nekünk is egy nagy tanulság volt, amikor egy futó operatív program, amely 7 éves gazdaságfejlesztési stratégia alapján működik, annak a fél idejénél körülbelül át kellett állítanunk a prioritásokat, és már nem a munkanélküliség csökkentése, hanem minél több munkahelynek a megteremtése, illetve annak a modernizációja, illetve a minőségi munkahelyeknek a létrehozása került időközben a stratégiánk középpontjába. Én csak azt tudom állítani, hogy és azt várom, hogy az ebben a ciklusban is lesz ilyen jellegű fordulat, tehát a következő 7 év folyamán is biztos vagyok benne, hogy amit kitaláltunk, azt időnként felül kell vizsgálni, és hogyha felülvizsgáltuk, akkor ahhoz alkalmazkodni kell. Én azt tudom mondani, hogy ettől nem kell félni, erre nagyon jól működik az intézményrendszer, önökkel közösen a stratégiákat tudjuk változtatni, illetve a új stratégiákhoz majd tudunk alkalmazkodni, és ahhoz megtaláljuk a megfelelő megoldásokat. Ilyen lesz valószínűleg a klímaváltozás is, ezért a fenntartható fejlődés is már most is kulcsfontosságú a fejlesztéseink során. Zöld infrastruktúrát építünk ki, energetikai korszerűsítéseket hajtunk végre, csökkentjük az energiafogyasztást, elősegítjük a megújuló energiaforrások használatát. Ennek eredményeként mintegy 3 millió kilowattóra per év a középületek éves primer energiafogyasztásának a csökkenése, és ezáltal az üvegházhatású gázok kibocsátását is sikerül mintegy 8400 tonnával csökkenteni, ami egy igen erős vállalás. Számos településen megvalósult a csapadékvízelvezetési rendszer fejlesztése, valamint a zöld területek rehabilitáció is, amelyek szintén hozzájárultak környezetünk megóvásához. A TOP által támogatott projektekben 273 km bel- és csapadékvízvédelmi létesítmény épült. És természetesen nem szabad elfeledkezni a legnépszerűbb projektjeinkről, amelyek ugye az óvodafejlesztések, a bölcsödék korszerűsítése, és a Vármegyében összesen 106 sikeres projekt tudott ilyen célokból is megvalósulni 23,5 milliárd forint összköltséggel. A lakosság egészségének megőrzése és a szociális szolgáltatások színvonalának javítása szintén kulcsfontosságú volt. Több városban és faluban megújultak az orvosi rendelők, a szociális intézmények, valamint új szociális lakások épültek a rászorulók támogatására. A fejlesztések által 142 000 fő számára javultak az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei a Vármegyében. Az oktatási infrastruktúra korszerűsítése révén is léptünk előre, hiszen új tantermek, informatikai eszközök, valamint digitális fejlesztések segítik a gyerekek és a felnőttek oktatását. Az újonnan létrehozott és felújított bölcsödékben 1200 kisgyerek számára elérhető minőségi intézmény, így megkönnyítve az édesanyák munkába állását. Ezzel egyidejűleg 3000 óvodai férőhely is létesült vagy megújult. A TOP sikeres megvalósítása nem történhetett volna meg az önök támogatása, valamint a Vármegye lakóinak bizalma nélkül. A TOP plusz megvalósítása során is ezt a célt tűztük ki magunknak. Vigyük tovább a kiépült kötelékeket és az együttműködés szellemét. Higgyünk továbbra is abban, hogy a közösen innovatív megoldásokkal, a helyben élők hangjának a meghallgatásával elérhetjük, hogy a közvetlen környezetünk tovább épüljön, fejlődjön és a társadalom számára hasznossá váljon. Legyenek nagyon büszkék arra, amit itt a Vármegyében az elmúlt években elértek. Tudom, hogy ez nem volt könnyű feladat, hiszen jócskán próbára tették eddig is az évek a kitartásunkat és az elkötelezettségünket. Csapatmunkával, egymás kölcsönös segítésével azonban elérhetővé váltak ezek a korábban kitűzött célok. És bízom benne, hogy a következő időszakban is tovább folytatjuk ezeket. Köszönöm, hogy mi mindig támaszkodhattunk önökre, az önök szakértelmére, tiszteletben tartva és egymáshoz közelítve a különböző nézőpontokat, és egységes látásmóddal
közös célok mentén haladhattunk előre. A munka nem állhat meg, a jövőben is szükség lesz az összefogásra, az együttműködésre, hogy folytassuk a fejlődést és olyan közösségeket építsünk, amelyek a jövő kihívásainak képesek megfelelni. A TOP sikereit és tapasztalatait vigyük tovább a következő időszakra is, és haladjunk tovább a fejlődés útján a TOP Plusz segítségével. Az újonnan megalakult közgyűlés legközelebb november elején ülésezik majd. Nyíregyháza első minősített tehetséggondozó műhelye kezdheti meg munkáját a Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégiumban. A címet az intézmény a több évtizedes eredményes tehetséggondozó munkája elismeréseként kapta meg. A program 2015. évi indulása óta első ízben nyerte el a címet a Nyíregyházi Köznevelési Intézmény. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az Aranyon kívül csupán egy, a Kisvárdai Besenyei Gimnázium. Országosan összesen 50 minősített tehetséggondozó műhely működik. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban az Arany János Gimnázium igazgatója, Kantár Attila. Jó napot kívánok, igazgató úr! Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Köszönjük, hogy itt van nálunk, és hát elsőlegesen gratulálunk a címért. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon büszkék vagyunk, hogy elnyerhettük, megkaphattuk ezt az elismerést a tehetséggondozó munkánkért. Komoly munka előzte meg? Hiszen a 2015-ös bevezetés óta gyakorlatilag önök tehetséggondozó pontként akreditált tehetséggondozó pontként működtünk. Nagyon sokat dolgoztak ezért a kollégáim, hogy eljuthassunk idáig, hogy egy külső szemlélő, egy külső értékelő ilyen szinten tudja minősíteni, értékelni az intézményünkben folyó tehetséggondozást, a tehetséggondozó munkát. Na hát akkor nézzük, hogy hogyan kell elképzelni azt, hogy tehetségpontként működött az Arany János Gimnázium. Miben volt más, mint a másabb, mint ahol nem működött hasonló, ha lehet így megközelíteni a kérdést? Minket úgy ismernek itt a városba, a megyébe is, hogy sportos iskola vagyunk. Uszodával rendelkezünk, és igazából az első komolyabb eredményeinket a sport területén tudtuk elérni. Nagyon sok olyan tanítványunk van, volt, akik a sport területén nagyon kiemelkedő eredményeket értek el. Büszkélkedhetünk olimpiai bajnokkal, olimpiai ezüstérmessel, világbajnokkal is sport területén, de azt mondom, nincs szégyen valunk az egyéb tantárgyak területén sem, mert nagyon sok tehetséges gyerek került ki az iskolánkból, és ebből adódóan kaphattuk meg ezt az akreditált kiemelkedő tehetségpont elismerést. Ennek a folytatása viszont ez a minősített tehetséggondozó műhely, ahol már a több éves tehetséggondozó munkát értékelték, és ennek megfelelően díjaztak bennünket, ismerték el a munkánkat. Ez az elismerés, ez 3 évre szólt, tehát 3 évig nagyon toppon kell lennünk ezen a tevékenységen, hogy utána tudjuk ezt folytatni. Beszéljünk akkor arról, hogy hogyan kell egyáltalán elképzelni ennek a tehetséggondozó műhelynek a működését. Tehát akkor, amikor már általános iskolába, mint kisiskolás a gyerkőc jelentkezik önökhöz, már akkor feltérképezik a tehetségét, és megpróbálják abba az irányba terelni, amiből ő erős. Így kell elképzelni? Mint minden műhelyben a legfontosabb, hogy legyen egy jó mester. Legyen egy jó pedagógus, vagy legyenek jó pedagógusok, akik meglátják a gyerekekbe azt, hogy valamibe más, mint a többi. Tehetséges. És ezt föl kell fedezni. Több irányba lehet, azt mondom, nem csak sportba, lehet művészetekbe, kultúrába, bármi irányba észre kell venni. És ha ez megvan, akkor abban a jó műhelyben a jó mester elkezdi folytatni a munkáját, és csiszolni azt a követ, amiből később majd gyémánt is lehet. Milyen keretek között zajlik akkor ez a gyémánt csiszolás?
gyémántcsiszolás iskolai keretek között folyik, de nagyon sok külső segítőnk is van. Tehát akik szakemberek a sport területén, akár a tudomány vagy művészet területén, nagyon jó kapcsolatban vagyunk a művészeti magániskolákkal, tehát olyan irányba is igazán szakembereket tudunk találni ezekhez a gyerekekhez, akik tudják az iskolába folyó, nagyon komoly tehetséghozó munkánkat még tovább csiszolni, fényesíteni, és így azt gondolom, hogy együtt, közösen ilyen szinten tudunk ilyen tehetséggondozó programokat megvalósítani. Igen, az együtt közösen, ugye ez nagyon-nagyon fontos, hogy a kollégák részéről is meglegyen a megfelelő motiváltság, és meglegyen az a megfelelő háttértudás, ami szükséges hozzá. Ezt hogyan szerzik meg a kollégák, a tanárok, hogyan vértezik fel magukat? Én büszke vagyok a kollégáimra. Nagyon innovatívak, nagyon igyekeznek a mai kornak megfelelő tudást átadni a gyerekeknek. Egymás között is igyekeznek a jó gyakorlatok által a tudásukat bővíteni, és így most, hogy tagjai lehettünk ennek a minősített tehetséggondozó műhelynek, így most a többi iskolából is a szakembereknek a tapasztalatát, a jó gyakorlatát, a segítségét meg tudjuk kapni, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon segítő lesz majd a mi tehetséggondozó programunkban is. Még azért néhány háttérinformációt áruljon el, hogy mi kellett ahhoz, hogy tehetséggondozó műhely lehessenek, azon túlmenően, hogy akkor tehetségpontként is működtek. Hát kellettek tehetséges gyerekek, kellettek olyan emberek, akik észrevették és felfedezték ezeket a tehetségeket, kellett egy olyan iskolai nevelőtestület, közösség, aki együtt gondolkodva ilyen irányba tudták nevelni, tudjuk gondozni ezeket a gyerekeket, és a mindennapjaik mellett ezt a fajta plusz dolgot is igyekszünk a számukra biztosítani és megadni. Pályázni kellett erre a címre, ugye? Pályázni kellett erre a címre. Ezt nem osztogatják olyan könnyen, hogy piacról bárhonnan hozzá lehetne jutni, ezt ki kellett érdemelni. Ez több éves munkánknak a megbecsülése, észrevétele és elismerése. És hát mondta, hogy 3 évig kemény munka, de hát utána pedig gondolom azért szeretnék megtartani ezt a címet. Mindenféleképpen. Azt mondom, hogy ezt megszerezni, megkapni nagyon-nagyon nehéz volt, de bízok benne, hogy a munkánk során bebizonyítjuk azt, hogy kiérdemeltük, megérdemeltük ezt, és a folytatásra is lehetőséget fogunk majd kapni, mert ezeknek a mai fiataloknak szükségük van arra, hogy a jövőjük érdekébe, amibe többet tudnak nyújtani, mint egy átlagos gyerek, megkaphassák a lehetőséget, és mi igyekezni fogunk, hogy megtalálják a mi iskolánkban a lehetőséget ezek a gyerekek. No, beszéljünk akkor az oktatás intézményről, hát azért mondom ilyen átfogóan, mert hogy ugye akkor általános iskoláról, gimnáziumról van szó. Igen? 8 osztályos gimnázium. És 8 osztályos gimnáziumról is, igen. És hát nem kevesen, 900-an járnak az önök intézményébe. Több mint 900-an vagyunk most az aranyos diákok a Székhely intézményben, és ténylegesen tehát egy több célú intézményt tudunk képviselni. Általános iskolával kezdünk, 1. osztállyal, már onnan tudunk indulni egy köznevelési típusú sportiskolai osztály indításával, amit föl tudunk vinni egészen 12. évfolyamig. 4. osztály után van lehetőség választani, hogy a 8 osztályos gimnáziumi képzésbe, vagy a hagyományos általános iskolai felső tagozatos képzésbe folytatják tovább a tanulmányaikat a tanulóink, illetve ott van 9. osztálytól a sima gimnáziumi képzés. A gimnáziumi képzésünknél is fizikailag csak 1 osztályt tudunk, mert annyira leterheltek a tantermeink, hogy többet nem tudunk indítani, de ezt az 1 osztályt is megosztjuk, hogy egy emelt angol nyelvű oktatás, és a másik része az osztálynak pedig a köznevelési típusú sportiskolai osztály, ahol a tehetséges sportolókat fogjuk össze.
akkor említette, hogy a sport, és ezt hogyan kell elképzelni a mindennapokban, tehát aki egy ilyen fókuszált képzésre jelentkezik a sport területén. Tehát gondolom, az az alap, hogy minden egyes nap testnevelés óra. Ez most már teljes mértékben a mindennapos testnevelés, de ezeknek a gyerekeknek valamilyen sportegyesületbe, szakosztályba, még pluszba sportolniuk kell. Van nekünk küzdősporttól kezdve úszóig, labdarúgó, kézilabdás, röplabdás, atléta, sportlövő, tehát nagyon széles skálával rendelkezünk a sport területén, és azt gondolom, hogy ezek a gyerekek bizonyítják és igazolják azt, hogy tényleg tehetségesek, és sokra tudják vinni még az életbe majd. Na hát egy iskola életében azért mindenképpen kell beszélni a kimenetről, ugye, hogy hol tudnak elhelyezkedni, meg mi a tapasztalat általában, hol helyezkednek el az önöknél végző diákok. A most végzett 8 osztályos gimnáziumi tanulóink közül, a 32 közül egy kivétellel mindenki egyetemen folytatja a tanulmányait. 12-en mérnöki pályán folytatják, 4-en orvosi pályán, többen tanári pályán folytatják, és még van olyan is, aki a teológián fogja folytatja már igazából a tanulmányait most szeptember 1-től. Nagyon konkrét információi vannak. Köszönjük szépen, igazgató úr, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Mai 35 perc című műsorunk véget ért, köszönjük a figyelmüket, legközelebb ezzel a műsorral szerdán este találkozhatnak, viszontlátásra.